Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sajhúzéló vagyok. Főbb témáig néhány mondatban. Hogyan lehet tőzsdeképes egy baranyai vállalkozás? A budapesti értéktőzsde szakemberei Pécsen jártak. El akarja indítani a szerverbeszerzést a pécsi önkormányzat, a Fidesz bizalmatlan. Közeledik a regisztrációs határidő, az 1%-os felajánlásokért indulhatnak a civil szervezetek. Isteni költeménnyel indul az évad a Pannon Filharmonikusoknál, 9 új vezető művész érkezett. Akár a tőzsdén is szerepelhetnek baranyai cégek az OTP-vel, Richterrel együtt, erre van esély, mondja a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. A Budapesti Értéktőzsde és a helyi iparkamara pécsi rendezvényén beszélt erről a szakember. Ezen a tájékoztató rendezvényen a tőzsdeképesség eléréséről, a fejlődés lehetőségeiről tájékoztatták a pécsi vállalkozások vezetőit, a BÉT képviselői. Szintlépés a tőzsdével, a sikeres cégek jellemzői olvasható ezen a díján, amit a Budapesti Értéktőzsde igazgatója mutatott az előadásán Pécset. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara székházában tartottak tájékoztató rendezvényt arról, hogyan tud segíteni a BÉT a baranyai cégeknek a növekedésben. Az iparkamara főtitkára azt mondja, a helyi vállalkozások nagy része mikrovállalkozás, jóval kisebb részt képviselnek a nagyobb gazdasági egységek. De az a kis- és középvállalati kör, aki családi tulajdonban működnek, exportra termelnek, elképesztő hozzáadott értékkel bírnak, számukra a tőzsdei ökoszisztémának a megismerése, függetlenül attól, hogy ők tőzsdei céggé válnak, vagy nem válnak, azt gondoljuk, hogy egy nagyon értékes folyamat lehet. És a Budapesti Értéktőzsde vezetésével ebben állapodtunk meg, hogy tartunk egy gondolatébresztő másfél órás fórumot némi előadással, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a növekedéshez szükséges szervezeti, vállalati kultúra fejlesztés az elengedhetetlen. Rabszabolcs szerint van olyan cég Baranyában, amelyik bekerülhet a tőzsdén jegyzettek közé. 2-3 Baranyavár megyei cégnek ez egy ugródeszka lehet, a tekintetben is, hogy a tőzsdei cégeknek különböző fokozatai vannak, nem megyek bele a részletekbe, hogy elkezdi egy kvázi alsóbb kategóriában, és utána évről évre tőkeemelésekkel, további vállalatfejlesztéssel egyre magasabb kategóriába jut, és a végén akár az OTP-vel, Richterrel és a nagy magyar vállalatokkal együtt tőzsdei céggé válik. Sok tévhit kering az értéktőzsdével kapcsolatban a cégek körében, amit tisztázni kell. Az ilyen alkalmak erre kiválóak, mondja a BÉT igazgatója. Nem az a fontos, hogy egy cégnek mekkora a mérete, hanem hogy milyen a minősége, milyen a vállalat irányítása. Természetesen fontos az, hogy egy tőzsdei szempontból azért alsó hangon egy több milliárdos árbevétele legyen, vagy gyorsan növekedjen ez a cég, de ilyenből nagyon sokat találunk szerte az országban, több száz ilyen vállalat van, de mellette nagyon fontos azt is megvizsgálni, hogy mi a cégnek a sztoria, mi a története, és hova tart, tehát mi az, amit fel tud kínálni a befektetőknek, milyen növekedést, milyen vállalat irányítást, ugye egy minőségi cégnek kell lenni annak, hogy megfeleljen a tőzsdei befektető kritériumának, de megcáfoljuk a tévhitet, a hazai középvállalatok között is rengeteg ilyen van. Az a fontos, hogy tőzsdeképes legyen a cég, a vállalkozás, ebben is tud segíteni az értéktőzsde, ezután jöhet a megfelelő befektetők megtalálása. Különféle befektetők vannak a tőzsdén, valaki a gyors növekedés, az innovatív gondolatokat keresi, és az komfortos neki, hogyha ha tud kockáztatni, és ezzel nagyon magas hozamot tud elérni, de vannak olyan konzervatív befektetők, akiknek az a fontos, hogy egy jól beállt üzletmenete, piaca, némi növekedése természetesen legyen a vállalatnak, de cserébe az a folyamatos nyereségtermelés, ami kiszámítható, stabil, az is egy komoly értéket jelent, akár egy osztalék jövedelmen keresztül. Ugye a tőzsdén az árfolyam emelkedésből lehet hozamot elérni, meg az osztalék jövedelemből, ami ugye évente mindig megkap a befektető. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenféle vállalat típus előtt nyitott a tőzsde.
Hosszú évek óta keresik, kutatják azokat a hazai középvállalkozásokat, akik fejlődni szeretnének. Ezért járják az országot, és 2016 óta évente megjelentetik az 50 legsikeresebb vállalkozás bemutatását, a BÉT 50-et, mondja Nagy Péter Gábor. Ezen túlmenően pedig segítik azokat, akik fejlődni szeretnének, illetve tőzsdei megjelenést szeretnének elérni. El akarja indítani a szerver infrastruktúra beszerzési eljárást a Pécsi Önkormányzat a polgármesteri hivatal részére. Többek között erről is döntést hozott a baloldali városvezetés, költségvetési és gazdasági bizottsága a legutóbbi ülésén. A Fidesz frakció bizalmatlanságra hivatkozva ezt korábban sem és most sem támogatta. Jelenleg futószalagon zajlanak az informatikai típusú beszerzések a Pécsi Városházán, amelyek az itt dolgozók, illetve a képviselők hivatali infrastruktúra által használt különböző szoftvereit érintik. A Pécsi Önkormányzat Költségvetési és Gazdasági Bizottsága informatikai eszközöket, laptopokat kíván beszerezni az októberben felálló új közgyűlésben résztvevő politikusok számára. Ezzel ellen korábban már tiltakozott a pécsi Fidesz frakció bizalmatlansági okokra hivatkozva. Az a fajta bizalmatlanság azonban továbbra is fennáll, amit a választási kampány időszakban keletkezett, amikor is voltak olyan fideszes képviselők, akiknek a belső levelezéseihez, különböző adataihoz hozzáférhettek illetéktelen személyek. Mindezeket ugye egy városházi vizsgálat is, egy jegyzői vizsgálat is megállapította, ugyanakkor az, hogy ennek kik voltak a felelősei, és ez hogyan fordulhatott elő, ez tulajdonképpen nem derült fényre. Tehát ez továbbra is homályfedő, hogy ez hogyan fordulhatott elő. Ezért mindenféle ilyen típusú döntést, amit a baloldali vezetés hoz, bizalmatlanság övez a Fidesz frakció részéről. Ugyanis két hét múlva leköszön a baloldali többségű közgyűlés, hangsúlyozta Barkóczi Csaba, fideszes önkormányzati képviselő. Érthető bizalmatlanság övez a részünkről, éppen ezért ezeknél a döntéseknél tartózkodtunk, és minden ilyen döntésnek a hátterét ezt ki fogjuk vizsgálni a következő időszakban. Az eszközöket októberig beszerzi az önkormányzat. Ekkor a felálló új közgyűlés majd eldönti, akarja-e használni ezeket a laptopokat, vagy más eszközök beszerzése mellett dönt. Rövid híreink következnek. Októberben az ünnepélyes alapkőletételt követően szinte azonnal elkezdődnek a Mohácsi Dunahíd és a csatlakozó úthálózat építésének konkrét előkészületei, írja a Pécsi Újság. A munkálatok első látványos szakaszai jövő tavasztól várhatók, elsőként az 57-es főút kétsávosításával a Szajki autópálya csomóponttól Mohácsig, ami 2026-ban készülhet el. A teljes beruházás befejezése 2028 végére várható. Amint az ismert, a kormány 389 milliárd 300 millió forintot biztosít 2024-2031 között a Mohácsi Dunahíd és a kapcsolódó úthálózat megépítésére. Az ország minden harmadik településén biztosított a bölcsődei ellátás, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Kunz Zsófia kiemelte, ma 3,5-szer annyi településen működik bölcsőde, mint 2010-ben. Jelenleg is több ezer bölcsődei férőhely létrehozása van folyamatban. Felhívta figyelmet arra, hogy ismét igényelhető támogatás a bölcsődei térítési díjhoz. Szeptember végéig kell regisztrálniuk a civil szervezeteknek, ha szeretnének részesülni az adózók 1%-os felajánlásaiból, mondta a stábunknak a NAV baranyai sajtóreferense. Aki már ezt korábban megtette, szerepel a kedvezményezettek listáján. Azonban aki még nem, annak 30-án jár le a határidő. Gyere Józsám az örömbe, hogyha nem jössz, akad más, szebb is, jobb is, hamiskás. Énekekkel, ajándékokkal érkeztek a színészek a Pécsi Gyermekklinika betegeihez tavaly Mikulás napján. Végigjárták a kórtermeket a kicsik nagy örömére. Ez már egy állatmenhely, itt kutyáknak, cicáknak nyújtanak menedéket és ellátást. Az a közös a beteg gyerekeket és a mentett állatokat gondozó szervezetekben, hogy nekik ajánlják fel legtöbben adójuk 1%-át évről évre. Azonban ahhoz, hogy az adófizetők támogatását megkaphassák, regisztrálniuk kell, mégpedig időben. A 24-1-re adatlap benyújtásának nagyon fontos határideje 2024. szeptember 30-a. Ezt az adatlapot azoknak a civil szervezeteknek kell elküldeni elektronikusan a hivatalhoz, akik 2025-ben az 1+1%-os felajánlásban részesülni szeretnének.
nagyon komolyan veszik a határidő betartását. Ettől csak kivételes esetekben lehet eltérni. A 24 egyreg adatlapnak a benyújtási határideje jogvesztő határidő, igazolási kérelem benyújtásának nincs helye. Abban az esetben van kivétel, hogyha a civil szervezet jogutódlással vagy jogutódlás nélkül megszűnik, jogutódlás esetén pedig az új civil szervezetnek kell benyújtani ezt az adatlapot, hiszen ez a regisztráció nem lesz ebben az esetben folyamatos. Akkor lehet még benyújtani ezt az adatlapot, hogyha a civil szervezet nem felel már meg a feltételeknek, vagy pedig egy másik bankszámlára szeretnék kérni majd a felajánlott összegeket. Az adófizetők is megnézhetik, hogy az általuk kiválasztott civil szervezetet regisztrálták-e a NAV-nál, vagyis segíthetik-e munkájukat, tevékenységüket az 1%-os felajánlással. Azok a civil szervezetek, amelyeknek megvan a regisztrációja, az adóhivatal honlapjáról elérhető listán ismerhetők meg, és a személyi jövedelemadó bevallási időszakban ez a lista segítséget nyújt azon szervezetek kiválasztásához, amelyiknek az adózó fel szeretné ajánlani az 1%-át. A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért annak a szervezetnek, aki már regisztrált civil kedvezményezett, nem kell újra benyújtania az egyreg adatlapot. De akik mostantól szeretnének az adózók segítségére számítani, még 30-áig regisztrálniuk kell, hogy jövő májusban ott legyenek a támogatható szervezetek között. A Pannon Filharmonikusok Titok címmel hirdette meg új évadát, amely Keselye Gergely isteni költemény című koncertjével szeptember 12-én kezdődik a Kodály Központban. Ebben az évadban a zenekar többek között a PFZ népszerűségre keresi a választ. Idén a világ neves egyetemeiről kikerült 9 vezető művész csatlakozik a társulathoz. Az évad programjáról tartottak sajtótájékoztatót. Beérkezett időszakát éli a Pannon Filharmonikusok, nagyon jelentős a zenekar iránti figyelem. Mindenféle pozícióból új tagokat kerestek a világ neves jelentős egyetemeiről, fogalmazott Horváth Zsolt, az együttes igazgatója az évadnyitó sajtótájékoztatón. Óriási volt a Nemzetközi Zeneakadémiák fiatalságában az érdeklődés, hogy hol is van az a Pécs, és ez az a Pannon Filharmonikusok, és egy életpályát gondoljunk ott el. És ennek a következménye az, hogy egy olyan próbajáték sorozatot tarthattunk tavasszal, ahol nagyon sok jelentős zeneakadémiának a kiváló végzősei voltak jelen. Volt olyan meghallgatás, ahol egész egyszerűen nem tudott a zsűri dönteni, hogy kit vegyünk föl, és újra meg kellett hallgatnunk a fiatalokat. Így aztán 9 kiváló művész érkezik hozzánk, fiatalok, pályakezdők, meghatározó pozíciókon hallhatja őket a közönség, első fúvós posztokon, ahol rengeteg szóló lehetőség van, tehát azonnal halljuk az ő játékukat és kvalitásukat. Zag Gábor Pécs megye jogúváros alpolgármestere a zenekar sajtótájékoztatóján így fogalmazott. A Pannon Filharmonikusok a pécsi kultúra égköve. Ennek megfelelően megbecsüljük és mindent megteszünk azért, hogy biztosítsuk a feltételeket a működéséhez. Köszönjük a zenekarnak, hogy nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy Pécs kulturális decentrum lehessen. Az évad újdonsága, hogy a zenekar már hagyományosnak tekinthető pécsi, budapesti és bécsi sorozatai mellett felkérést kapott az újonnan nyíló eszéki Franz Kresma koncertterem rezidensi feladatainak ellátására. Az évadnyitó sajtótájékoztatón részt vett az eszéki kulturális központ igazgatója is. Lassan ismerünk egymást, és az eszéki közönség is ismeri, mert köztük jó néhány bérletes is ide a Kodály Központban. De ami most először kezdődik, ez egy további lépés számunkra is, mert egy rezidens programmal gyakorlatilag most 4 nagy koncerttel fölépnek nálunk, ami majdnem az összes programnak a fele, és körülbelül tervezünk, hogy így is maradjon, mert városunk legközelebbi nagy, meg ami még fontosabb, tényleg közismert, meg jó zenekarként látunk a Pannon Filharmonikusokat, és azért örülök, hogy kulturális központ lehet egy eszéki
otthona. Szeptember 12-én kezdődik Kessaják Gergely vezető karmester Isteni Költemény című bérletnyitó koncertjével az új évad a Kodály Központban. A karmester az évadban 7 alkalommal érkezik a városba. Minden bérletes sorozatot a vezényletével nyit az együttes Pécset, Budapesten és Bécsben is. Nekem ők, mint zenekar, egy kedvenc zenekarom volt eddig is. Természetesen ebben a fél évben nagyon sok mindent megtudtam még róluk, de igazán az a kép, ami kialakult, az nem változott, inkább ahhoz a munkához, amit mi most belső szakmai munkának mondjuk így nevezhetek, ahhoz kaptam én sok divatos szóval inputot, hogy hogyan tudunk egyről kettőre, vagy 10.000-ről 10.001-re lépni. Szóval, hogy nagyon hasznos volt az elmúlt fél év, és valóban ilyen kis belső finomságokat megtudtam, ami nekünk a belső ügyeinkbe és a szakmai előlépés szempontjából fontos lesz. A titkokat feltáró évadban a zenekar nem csupán a vezető karmester által bemutatni kívánt szép 20. század titkait kívánja felfedni, hanem a pannonfilharmonikusok olyan titkaira is keresi a választ, hogy vajon miért az egyik legnépszerűbb zenekar a közönség, a muzsikusok és a vendégművészek körében is. A programokról bővebb információ a zenekar honlapján érhető el. A régió híreivel folytatjuk. Kulturális programok, koncertek, ételek és italok hamarosan elrajtol a minden évben sok látogatót vonzó szekszárdi születinapok. A rendezvényt idén szeptember 19-e és 22-e között tartják. A legfontosabb tudnivalókat a Babits Mihály Kulturális Központban tartott sajtótájékoztatón ismertették. 4 napon át számos programmal várják idén is a látogatókat Szekszárdra, a születinapokra. A részletekről a rendezvény szervező Babits Mihály Kulturális Központban tartottak sajtótájékoztatót. Közel 500 programot szerveztünk a 4 napra, és akkor ezentúl még ugye vannak azok a bevezető napok, amik ehhez a számhoz még nem adottak hozzá, a kiejtes megnyitók, a színházi előadások. Több helyszínen zajlik az esemény, vannak fizetős és nem fizetős programjaink. Sajnos mindent ingyen már nem tudunk adni, mert a gazdasági helyzet úgy alakult, illetve a Babits Mihály Kulturális Központ támogatása olyan szintű, hogy ezt már nem tudjuk megengedni magunknak. A piac téren fizetős rendezvényekkel várjuk az érdeklődőket, a Béla Király téren pedig minden rendezvényünk természetesen ingyenes. A születi felvonulást szeptember 21-én szombaton 15 órakor rendezik. A 4 nap folyamán számos együttes és zenekar is fellép. A tánccsoportok hagyományőrző zenei produkciók mellett olyan populáris előadók is Szekszárdra látogatnak majd, mint például Curtis, Pápa Jóci, Manuel vagy az Ergo. A legkisebbeknek pedig különböző gyermekprogramokkal is készülnek. Hosszú-hosszú évek után, ahogy az elhangzott a sajtótájékoztatón is, talán visszatér abba a régi medrébe a szekszári születi napok, ahogy a legtöbben ismertük, vagy a legtöbben megszokták. Visszatérnek az eredeti helyszínek, visszatér a felvonulás arra az útvonalra, ahogy hosszú-hosszú évtizedeken át zajlott, de ami ennél is talán fontosabb, hogy én azt gondolom, az igazi régi fényét az adja meg ennek a rendezvénynek, hogy az a sok tízezer látogató, illetve az a rengeteg helyben élő ember, aki ezt előre beírja már a naptárába, az mind-mind várva várja ezt az eseményt. A kilátogatókat természetesen finom ételek és italok is várják. Nagyon sok borászat ugye idén igencsak korai volt a szület, úgyhogy már új borokkal érkeznek, nem csak rozé, mert ugye az már volt az elmúlt években is, hogy rozétételekből az aktuális évjáratból tudtak kóstolni a vendégek, hanem most már lesznek fehér borok is, amik ideiek, úgyhogy elég sok 20-24-es tétel lesz. A teljes és részletes program a Babits Mihály Kulturális Központ és a szekszárdi születi napok honlapján érhető el. A szervezők a fesztivál ideje alatti lezárások miatt a helyiek türelmét kérik. Az 1944. november 30-án történt lengyeli csendőr veszedelemnek 14-en estek áldozatul a cigánytelepen. Most az ő emlékükre állítottak márványtáblát a Tolnavár megyei cigány nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére a helyi temetőben. Amikor tömegsírról beszélünk, olyankor a múltnak a folyója egy picit visszafolyik. És aztán múlik az idő, majd a folyó megfordul, és újra előre megy.
Sárkazi Károly, az Országos Roma Önkormányzat Tolna vármegyei képviselője mondott beszédet az elesettek leszármazottjainak nevében. A mai napon egy nagyon régi vágyunk és elhatározásunk teljesült be. Az 1944. november 30-án lengyel, azaz a településen megtörtént csendőrsor tűz áldozatainak, akinek személy szerint egyik leszármazottja vagyok, az emlékére állítottuk fel ezt az új emlékhelyet, illetve magát a síremléket. A tragédia napján többen életüket vesztették, voltak, akik menekülni kezdtek, viszont a csendőrök lőni kezdtek rájuk, és kézigránátokat is bevetettek. 80 évvel ezelőtt ezen a napon még nem gondolták azt, hogy jönnek majd ezek a bátor csendőrök, és meg fog történni az a dráma, ami megtörtént. Megtörtént az esemény, arra emlékezünk, és tudom, hiszem, hogy ezt az emléket a leszármazottak fogják őrizni, és nyilvánvalóan elfelejteni nem. A megbocsátás, mint emberi tulajdonság, az természetesen megtörtént. Az akkori igazságszolgáltatást a felelősöket megtalálta, de a mi sebeink, a mi hegeink nem fognak begyógyulni. Petrovics Károly, az Aparhanti Nemzetiségi Roma Önkormányzat elnöke elmondta, a rendszerváltás idején Bai József lengyeli helytörténész kopjafát állított, viszont az idő múlásával felújításra szorult. Találtam pár jó akaratú embert, tudtunk együtt gondolkodni, így a megyei Roma Önkormányzat részéről testület, a kisvejkei, aparhanti, és volt egy pár magánember, ki a kétkezi munkájával, ki anyagilag, ki vállalkozó, ezt így tudtuk mára így megvalósítani, aminek én nagyon örülök. A kivitelezéshez anyagi támogatást nyújtott a Tolna vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a szervezetek és a helyiek pedig közös összefogással segítkeztek a megvalósításban. Többen itt a rokonságból, a kétkezi munkájukkal, akkor az aparhanti, a kisvejkei és a lengyeli nemzetiségi roma önkormányzatok kisebb összegekkel. Tehát anyagilag és így tudtuk megcsinálni, és természetesen társadalmi munkába elég sokan a rokonságból részt vettek, amit nagyon szépen köszönök mindenkinek. A márványtáblát Amrány István várai mesterember készítette el, amelyre a kegyetlenül kivégzett 14 áldozat neve került fel. A legfiatalabb mindössze csak 2 éves volt. Egészséges, szép fürtök, jó mustfok jellemzi a dél-balatoni szőlő ültetvényeket. A fehér fajták szüretével többen már végeztek, a napokban pedig már a merlót szedték a gépek. A mennyiség a száraz nyár miatt elmaradt a vártól, a minőségre viszont nem lehet majd panasz. A merlót szüretelték a napokban Balaton-Lelle határában. Ez a legfontosabb kék szőlőfajtája a garamvári szőlőbirtoknak, közel 20 hektáron terem. Ahogy látszik is, teljesen egészségesek a fürtök. A szőlőszemek valamivel kisebbek, mint ahogy megszoktuk, kicsit rövidebb a fürtkocsány. Ennek köszönhető többek az, hogy kicsit kevesebb a termésünk is idén. Ha megkóstoljuk, akkor érezhetjük, hogy mézédes. Idén, július végén kezdték a szüretet a garamvári szőlőbirtokon, hasonlóra csak 2018-ban volt példa. Én azt mondanám, kb. 3 héttel vagyunk a megszokotthoz képest előrébb, de hát az a megszokott is már nem az, amit a 90-es években tanítottak, hanem az is jóval előrébb van a korábbiakhoz képest. Merlot, amiket korábban itt a borvidéken születeltek, olasz rizling, rajnai rizling, ezek mind-mind októberi szőlőfajták voltak régebben. Most meg éppen csak elmúlt az augusztus, és már nem az, hogy kényszer érésben, vagy azért szednénk, mert muszáj, hanem azért szedjük, mert megérett. A legtöbb szőlőfajtát már leszüretelték a szőlőbirtokon, mondta a főborász. A mennyiség a nagyon meleg és száraz nyár miatt kevesebb a vártnál, a minőséggel viszont elégedettek. Az összes borunk vagy erjed, vagy pedig már pincében van kierjedt állapotban. Amik még erjednek, azok a későbbi szüretből származók, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Furmint. Az összes többi szőlőfajta, tehát cserszegi, írsai, szürkebarát, ezek mind a pincében vannak, és hát a mi cégünk életében nagyon fontos szerepe van a pezsgőkészítésnek is, tehát pezsgő alapborokat is készítünk.
ezek közül még a fur, mint ami eljárt, az összes többi az már kijárt, részben itt van, részben pedig a budafoki pincékben várja a pezsgősítést. A tervek szerint 2-3 héten belül végeznek a még kint lévő kékfajták szüretelésével. Híradunk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Hogyan lehet tőzsdeképes egy baranyai vállalkozás? A budapesti értéktőzsde szakemberei Pécsen jártak. El akarja indítani a szerverbeszerzést a pécsi önkormányzat, a Fidesz bizalmatlan. Közeledik a regisztrációs határidő, az 1%-os felajánlásokért indulhatnak a civil szervezetek. Isteni költeménnyel indul az évad a Pannon Filharmonikusoknál, 9 új vezető művész érkezett. Csütörtökön a nyugati tájakat esővel, záporokkal, néhol egy-egy zivatarral és megerősödő északnyugati széllel újabb hidegfront éri el, máshol még marad a napos idő. A Dunántúl keleti felét csak estére éri el a csapadék. Reggel 17-20, délután 25 és 29 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!